Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható február hónapban a szűz jegyében születetteknél? Ezt megnézzük ennél a kirakásnál. Ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a havi jóslást. A díjam 4000 forint. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható. Ez a férfi jelentheti a lelki társadat, vagy utal a férfiakra. A fejetek fölött lévő kártyák jelentik a gondolatokat, meg terveket. Mivel ez a férfi az első sorban jelenik meg, nincs fölötte kártya, az jelenti a zárkózottságát. Nem beszél nyíltan a terveiről. A te fejed fölött megjelenik ez a férfi, tehát te gondolsz rá, de itt vannak a viták, a veszekedések, a nézeteltérések. Lehet, hogy arról van szó, hogy ő nem beszél a terveiről, zárkózott, és ez zavar téged. Mivel itt elgondolkodsz azon, hogy szólj neki, lehet, hogy ezt meg akarod említeni, de félsz attól, hogy emiatt viták lesznek. Én is úgy látom, hogy akár mit mondasz neki, vagy kérdezed őt, hogy mi a terve, zárkózott lesz, nem beszél. Hagyd, hogy ő magától majd nyilatkozzon, hiszen itt látható mellette a nap, ő majd nyitott lesz bizonyos dolgokat megbeszélni veled, de ha te kérdezel rá, akkor elutasít téged, sőt az is lehet, hogy visszahúzódik. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét február hónapban itt felül látható. Ez a férfi áll a középpontban, de zárkózott, nem beszél a terveiről. Majd ő magától fog nyilatkozni, hiszen itt mellette a nap, jelenti a valóságot, a nyitottságát is. Időre van még kicsit szüksége, vagy lehet, hogy arról van szó, ha te rákérdezel, akkor nem beszél, de ha ő magától majd elmondja azt, hogy mit tervez. Hagyd, hogy ő közeledjen hozzád. És itt láthatóak az utak, ő útban van hozzád. Sőt, a gyűrű is megjelenik, itt visszatér hozzád, vagy keresi a kapcsolatot veled, nyitott lesz, itt van a nyilvánosság, és lesz egy kellemes meglepetés. Azon kívül itt látható a csillagok, láthatóak a csillagok, ami szerencsét hoz, jelenti az időt is, a megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni. És itt lesz beszélgetés, lesz cselekvés, de csak akkor, ha ő irányítja a dolgokat. Hagyd, hogy ő közeledjen hozzád. Második hét, február hónapban itt látható. Ez a horgony jelentheti a biztonság érzetét, ahol le tudsz horgonyozni. De jelentheti a munkát és a hivatást is. A gyermek az lehet, hogy gyermekekkel dolgozol, vagy azt is jelentheti, hogy kicsit olyan naív voltál, olyan jó indulatú, amit mások kihasználtak, és emiatt a munkahelyen is vannak nézeteltérések, de szerencsére itt van a kasza, és a kasza elvágja ezeket az eseményeket, és akkor itt lesz egy új kezdet, azon kívül a gyermek jelentheti a te ártatlanságodat is. Meg lesz a biztonság érzete, hiszen ez a kép szimbolizálja a fát, ahol le tudsz gyökerezni. A fa jelenthet egészségügyi témákat is,
és itt a közelben a torony esetleg utalhat kórházra. Lehet, hogy valaki beteg a családban vagy a környezetedben, de itt látható a lilium virága tisztaság, itt tisztázódik valami, meg lesz a gyógyító erő. Az is lehet, hogy ezen a területen dolgozol, és eddig voltak félreértések, de most tisztázódnak a dolgok, és itt ez a kártya adja hozzá a reményt. Ez a kártya jelenthet külföldi kapcsolatokat, utazásokat is, ami a szerelmi életet illeti, ez lehet egy lelki út kettőtök között. Amit a torony még jelenthet, egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy, itt mindig a nagyobb épületekről van szó, itt tisztázódik valami, a virág csokor jelenti a szerencsét. Harmadik hét, február hónapban, itt látható. Ha te egy hölgy vagy, te állsz itt a középpontban. Előtted a kereszt jelentheti a te hitedet, vagy a döntéseket, hiszen hamarosan elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. És itt a gólya jelenti a változásokat. Itt vannak a döntések és a változások. Mindez kihat az otthonodra vagy a családra. Mivel itt a ház mellett megjelennek az egerek, és ott, ahol az egerek vannak, felfalnak valamit, eltüntetnek valamit, ez lehet tulajdonképpen egy lopás is, hogy valaki ellop tőled valamit. Itt nem csak anyagiakról lehet szó, hanem lehet, hogy valaki jön hozzád a házba, és rabolja az erődet, vagy az idődet. Persze az egerek segíteni is tudnak, hiszen itt a közelben van a felhő, és jelent olyan dolgokat, ami átláthatatlan, és az egerek el tudják távolítani ezeket a dolgokat. Eltávolítják a felhőt. Egy szerencsés fordulat lesz április hónaptól. És itt a kutya, az jelentheti a házi állatokat is, de jelenti a hűséget, kihat a szerelemre, vagy jelenthet barátságokat is. Utolsó hét, február hónapban itt látható. Vedd kezedbe ezt a kulcsot. Légy magabiztos. Ezzel a kulccsal le tudsz szárni valamit, vagy ki tudsz nyitni valamit. Légy diplomatikus. És itt ez a kígyó jelenti akkor a gyógyító erőt, a megújulásokat, és ez a medve a te életerődet, a belső erődet, a hitedet is. A kígyó néha jelenthet egy hölgyet. Mivel a hölgy mellett megjelenik a medve, ez a hölgy kimutatja az erejét. Az is lehet, hogy neked diktál valamit, vagy kritizál téged. Úgy lép fel, minthogyha ő sokkal okosabb lenne, mint te, hiszen itt a könyv jelentheti a tudást, vagy a tanulást is, de légy magabiztos. Nem szabad, hogy ez a nő téged elbizonytalanítson. Amit a képek még jelenthetnek, egy tudás, tanulás, továbbképzés, és a kígyó, az jelentheti a gyógyító erőt. Lehet, hogy ez a téma érdekel téged, sőt, ez a te erőd, tehát ezen a területen ki tudod bontakoztatni magadat. Egy levél vagy egy szerződés már útban van hozzád. Itt szerelemről, szeretetről, anyagiakról van szó. Persze a halak nem csak a pénzt jelentik, hanem a belső értékeket is. Ez a lovas férfi lehet egy férfi, vagy lehet a lelki társad, aki útban van hozzád.
Amit ez a kép még jelenthet, mindaz, ami mozog. Például egy autó vétele. Itt vannak az anyagiak, a szerződések. De a szív is fontos, így február végén nagyon-nagyon fontos lesz a szeretet, a megbecsülés, vagy a szerelem, a párkapcsolat és a hűség. És ez volt a havi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!